Akárhány cikket találtam magyarul a sorozatról, mindenhol az angol címén utaltak rá, megemlítették a magyar is, de ezeknek a cikkeknek a címeiben az angol sorozat cím szerepelt, szóval egyelőre én is ezt fogom használni, de talán nem is ez a lényeg, hanem hogy a Creature Commandos sorozattal útjára indult a DC filmes univerzum, amit James Gunn vezényletével készítenek, úgyhogy nézzünk is rá, hogy sikerült. Sziasztok, ez itt a Poet Revision, én Norbi vagyok, és akkor beszélgessünk a Creature Commandos első évadának első két részéről. Nem tudom, hányan követtétek az új DC filmes világ körüli híreket, mert szerintem sokan azt gondolják, hogy majd a Superman film lesz, ami jövő évben fog érkezni az első betekintésünk ebbe az új DCU-ba. De ez csak félig igaz, mert az lesz az első mozifilmes megjelenés, viszont már ez a sorozat hivatalosan is a DCU része, ezt megerősíti például a részek elején látható logó is, amit használni fognak majd a DCU jellemzésére, illetve ezt az egészet már évekkel ezelőtt maga James Gunn is bejelentette, hogy ez lesz a sorrend és a Creature Commandozzal kezdenek, és akkor azt is kiemelte, hogy maga a DCU sem csak az élő filmekből és sorozatokból fog állni, hanem ide jönnek majd animációs tartalmak, és akár videójátékok is, és ezek összesen adják majd az univerzum történetét, és úgy tűnik, akkor legalábbis az animációs részéhez tartja magát James Gunn. Még mielőtt meg megnéztem volna ezt a két részt, felírtam magamnak pár dolgot egyébként ezzel az egész új DC filmes világgal kapcsolatban, hogy milyen érzéseim vannak azzal, hogy egy animációs sorozattal kezdünk. És igazából a lényeg az volt, hogy alapvetően jó ötletnek tartom, mert ezzel csak nyerni tudnak, hogyha nem sikeres a sorozat, akkor szépen a szűnyeg alá tudják söpörni, és majd úgy tudják marketingelni a Superman filmet, mint az első igazi DCU tartalom. Ha viszont sikeres, azzal két dolgot is elérnek, egyrészt a nézők elvesztett bizalmát is vissza tudják valamennyire szerezni a DC tartalmakban, és erre hatalmas szükségük van, megnyilvánvalóan alapozásnak is jó, és azoknak, akik alapvetően bizakodóan állnak ehhez az egész új projekthez, azokat is megerősíti abban, hogy van mit várni, mert hogyha a Creature Commandos sikeres, akkor miért gondolnánk azt, hogy a Superman, meg Batman, meg ilyen nagy neveket tartalmazó filmek ne lennének azok. És szerintem az előzetes bizakodásra két okunk is van. Egyrészt, hogy a DC legmélyebb pillanataiban is az animációs tartalmak a kiemelkedőbbek közé tartoztak, ez mindig is igaz volt. A másik pedig az, hogy James Gunn maga írta ezt a sorozatot, és hogyha valamihez Gunn ért, az egy olyan szuperhős vagy főgonosz csapatot képernyőre vinni, akit alapvetően kevesen ismernek, és ezt valamilyen szempontból mainstream tenni. Ugye ez is volt a karrierjének egy nagy kiugró pontja a galaxisőrzői filmeknél, de azóta ezt az öngyilkos osztag is bizonyította. Szóval, ha másnak nem is, ennek a kettőnek a találkozása szerintem mindenképpen biztató. Na de ennyit akkor az előzetes gondolatokról, nézzük a két epizódot. Egyébként maga az évad hét részes lesz, szóval, hogyha szeretnétek a hátralévő öt részről is kibeszélőt, akkor ezt jelezzétek, mert hogyha van rá igény, akkor szívesen készítek majd róluk. De akkor nézzük az első részt. A híradásban rögtön utalnak Temisz királyra, de úgy, hogy talán valós, talán nem, úgy tűnik, hogy ez lesz a megközelítés, hogy nem az eredet történetét kapjuk meg a nagyobb szuperhősöknek, mert azokat már úgy is ismerjük, viszont nem lesznek még túl ismertek. Így a legendájuk épülését azért követhetjük. Aztán meglátjuk, lehet, hogy tévedek, de én ebből erre tudok következtetni. Az animációs stílusa nekem egyébként tetszik, megfelelően képregényes és aránylag egyedinek is néz ki. Viszont az alaptörténet annyira nem kreatív, igazából ugyanaz, mint bármelyik osztag filmé, de nem is biztos, hogy ennél lehet kreatívabb alaptörténetet adni egy ilyen csapatfilmnek. És akkor gyorsan megkaptuk, hogy kikből fog állni ez a kommandó. A tagok között van a feleség, akiről később megtudjuk, hogy ő Frankenstein szörnyének a felesége, Dr. Fosforus, aki radioaktív bőrrel rendelkezik, amivel át tud égetni szinte bármit, a menyét, és itt történt egy érdekes utalás, mert megemlítették a tengeri csillag projektet, ami egyértelműen az öngyilkos osztag történetére utal, amit Gunn maga írt és rendezett. Viszont ugye az a film még a régi DC filmes világban játszódott, ez pedig a teljesen újban, és nagyon úgy tűnik, hogy ez lesz Gunn megközelítése, hogy nagyrészt a DC EU történeteket figyelmen kívül hagyja, viszont a sajátjait át fogja emelni valamilyen szempontból, lehet, hogy nem az egészet, de úgy tűnik mindenképpen szeretnék Gunnonnál tenni azokat a történeteket, és itt most akkor az öngyilkos osztagra és a peacemaker gondolok, amikhez már neki is köze volt. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy ez nem egy veszélyes megközelítés, mert hogyha valaki nem követi annyira a filmes világ híreit, akkor az nagyon könnyen összezavarodhat, hogy most mi számít Kánonnak és mi nem. Nekem ez személy szerint nyilván jól fog jönni, mert így rengeteg magyarázós videót lehet készíteni, de a legtöbb nézőt szerintem ez össze tudja zavarni, főleg amikor már egyszerre mondjuk két Batman lesz, mert még párhuzamosan fut a Robert Pattinson féle Batman, és a DC s Batman is elkezdődik, szóval ebből még később lehetnek problémák, de meglátjuk, hogy hogyan fogják ezt kezelni. Már csak azért is, mert ez a tengeri csillag projekt úgy tűnik, hogy egy nagyon fontos alapja is ennek a sztorinak, egy másik karakterrel kapcsolatban, méghozzá Rick Flaggel kapcsolatban, akit ugye láthattunk, hogy meghalt Peacemakernek köszönhetően az az filmben, és most itt az apja a főszereplő, és gyászolja is a fiát, szóval ilyen szempontból is folytatják azt a sztorit, úgyhogy ezt azért majd okosan kell kezelni. De szerintem egyébként ezt is fogják megtartani, hogy említés szintjén megemlítik az, az öngyilkos osztag eseményeit, de konkrétan nem mutatják majd őket. És ezáltal azt játszák, mintha ez egy párhuzamos univerzum lenne, csak minden esetre megtörtént ugyanaz az esemény is, ami alapvetően nem kizárt, csak szerintem az átlagos nézőket össze fogja zavarni. És akkor a tagok között van GI Robot, aki már a II. világháborúban is harcolt, Nina Mazersky, aki elvileg kifejezetten intelligens, és akkor az idősebb Rick Flag. És az intróból megtudjuk azt is, hogy Frankenstein szörnyének is később fontos szerepe lesz. Úgy tűnik egyébként, hogy a csapat irányítása és fenyegetése is hasonlóan működik, mint az öngyilkos osztagé, És még szeretném gyors kiemelni a zenét, ami mindig fontos egy James Gunn projektnél, és egyelőre itt sem okoz csalódást. Ezt most mondom mindkét részre általánosan. Kreatívan használnak zenéket, és olyanokat, amihez a, ami ehhez a történethez illik, szóval egyelőre talán nem a legfülbemászóbb dalista, amit valaha Gán összerakott, de csalódás semmiképpen sem okoz. Az első részben szerencsére időt adtak a karaktereknek, hogy kicsit mi is megismerjük őket, meg egymással is időt töltsenek. Ez hosszú távon még nagyon hasznos lehet, főleg, hogyha később felpörögnek az események, illetve az USA-ból kihelyezni a történetet is okos volt, mert így sokkal hitelesebb, hogy senki nem fogja tudni ezeket az eseményeket, valamint így nem is kell elárulniuk, hogy melyik szuperhős létezik már és melyik nem, illetve megmagyarázni azt, hogyha például Superman vagy Batman már léteznek, akkor miért nem vesznek részt ebben az akcióban, hogyha megtudják, hogy történik valami hatalmas, így hogy az USA kívül van, ezzel nem kell foglalkozni. Riknél egyébként alapvetően érdekes az a történet, hogy a fiát gyászolja, és rendkívül érdekes, hogy hogyan látja őt magához képest. Tényleg nem hittem volna, hogy erre ekkora a hangsúlyt fognak helyezni. Ebből is látszódik, hogy semmiképpen sem szeretnék szőnyeg alá söpörni a megtörtént öngyilkososztak filmet, illetve az is látszódik, hogy határozottan szeretnék kihasználni, hogy 18 karikás a sorozat. Megvan itt a káromkodás, és a szextől sem riadnak vissza, viszont ezek valóságosabbá teszik, hogy egy ilyen történetet bemutatnak, a már amennyire valóságosá lehet tenni egy ilyen történetet. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem sorozatmesélési elemként is működik mindkét dolog. Az eseményeknek egyébként az első részben szinte végig elég vihari előtti csend érzete volt nem pörögtek túlságosan, de tényleg nem is baj szerintem. Jobb volt ez, hogy a karakterekre fókuszáltak főleg. Voltak azért fontosabb események, például Dr. Phosphorus szökési kísérlete, ami nagyon jól megmutatta, hogy mi az ő ereje, és hogy miért tudott ezzel az erővel is börtönbe kerülni. Őszintén szólva én azt hittem, hogy ennél sokkal erősebb, de hogyha egy sima sütőkesztyűvel hozzá lehet érni anélkül, hogy komoly égési sérülést okozzon, meg hogyha konkrétan bőrhöz ér, és az sem okoz túl nagy tragédiát, akkor azért hiteles, hogy valahogy el tudták kapni. Még Batman nélkül is. Az pedig nagyon a lett volna, hogyha csak egyetlen egy ilyen irányító szerkezet van, amivel kordában tudják tartani őket, szóval örülök, hogy erre kitértek, hogy több is van. Magának a résznek a lezárása pedig izgalmasra sikerült, az, hogy a feleség Frankenstein felesége, így az intro alapján azért annyira nem volt meglepő, és már azért itt érezni lehetett, hogy nem feltétlenül romantikusokból szeretné Frankenstein szörnye megtalálni a feleségét. Viszont nagyon hirtelen volt így vége, és annyira sok minden nem is történt. Szóval az első rész megnézése után azért jó ötletnek tűnt, hogy egyben adtak ki két epizódot, mert ez még talán nem volt elég ahhoz, hogy igazán beragadjon széles nézőközönséget, és kialakítson egy várakozást a nézőkben, hogy minél előbb láthassák a következőt. Szóval szerintem stratégiai szempontból is okos volt, hogy már rögtön kiadták a második részt, amire akkor térjünk is át. Itt a rész elején rögtön megkapjuk a mennyasszony háttértörténetét, ami rá is erősített arra, hogy nem túl romantikus szálak kötik egymáshoz őket. Érezhető volt, hogy mennyire fájdalmas az a folyamat, ahogy visszahozzák az életbe, és érdekes volt az a megközelítés is, hogy szinte mindent újra kellett tanulnia, de ez nem csak ebből a szempontból volt fontos, hanem felépítette a szörny türelmetlenségét is, és a mennyasszony valamint Viktor Frankenstein között a vonzódást, ami őszintén szólva elég beteges, főleg ha belegondolunk, hogy kvázi az apjuk, meg hogy hullák. Ez a megközelítés nagyon tetszett animációs és történetmesélési szempontból is, hogy Ricken látszódott a harc okozta a sérülés, a kommandó tagjain pedig az, hogy mennyire félnek a kínzástól, ez azért megmagyarázza, hogy miért vesznek részt ebben az akcióban, és hogy miért próbálkoznak azért tartani Rick parancsait. A hercegnő egyébként talán túlságosan is rá volt indulva Rikre, lehet, hogy csak cinikussá váltam az évek alatt, de nagyon úgy érzem, hogy az ő kapcsolatuk nem lesz egy happy end végződő szerelmi történet, de tény az is, hogy ez a vonzalom is fel volt építve, és hogy Rick tartotta magát, amíg csak lehetséges volt. Annak örültem, hogy a második részben már a főgonoszt kirkét is elkezdték felépíteni, és tudom, a kiejtés a... itt megint problémás lehet, Elvileg magyarul így kell mondani, elvileg a mitológiai lény nevét is így mondják, szóval maradok ennél. Bocsánat, ha valakit zavar. Szóval az ő behozatala és felépítése minél előbb azért fontos volt, hogy minél jobban működjön, mint főgonosz, mert egyelőre túl sokat nem tudunk róla. A második rész végére sem derült ki sokkal több, mint amit elmondtak az első rész monológiában, de ettől függetlenül a megjelenése azért azt vetíti elő, hogy fognak vele többet is foglalkozni, annál, hogy csak harcokban megjelenjen, és néha győzzön, néha pedig veszítsen. Az ereje minden esetre nagyon jól átjött, hogy legyőzhető, de rendkívül nehezen, és csak csapatként. A harcjelenet egyébként nem volt rossz, de azért ki lehet ennél kreatívabbat is találni, amit a végén láthatunk is, hogy megy nekik. A harc végén viszont őszintén meglepett, hogy rávágtak az, az ütésekből, arra, ahogy a mennyasszony és Viktor kifejezték egymás iránt a vonzalmukat. Őszintén szólva, amikor a rész elkezdődött, vagyis már pontosabban akkor, amikor az első rész véget ért, azt hittem, hogy Frankenstein szörnye lesz majd a gonosz ebben az egészben, de nem így lett hanem Viktor is legalább ugyanannyira a gonosznak és szörnyetegnek volt beállítva. A rész végén belengetik azt, hogy két fontosabb főszereplő, a menyasszony és Nina is meghalhatnak. Őszintén szólva alapvetően nem hinném, hogy már a sorozat elején megölnének két ennyire fontos szereplőt, főleg, hogy a kettő közül talán a mennyasszony volt eddig a legjobban felépítve, és az ő történetére is fektették az igazán nagy hangsúlyt, és még hogy Frankenstein szörnye még ide sem ért, így talán felesleges lenne őt ilyen hamar megölni, de láthattuk az öngyilkos osztagban, hogy azért Gán nem kiméli a karaktereket, szóval meglátjuk, de ha tippel nem kéne, azért mindkettő életben lesz a harmadik részben. És akkor a rész végén kapunk egy mondást, hogy az évek alatt a mennyasszony és a nem tudom egyébként, hogy Frankenstein vagy Frankenstein szörnyének kell -e mondani, de a szörny hogyan kergetik egymást, ez a montázs már sokkal kreatívabb volt vágás és megjelenítés szempontjából is, a zene pedig nagyon sokat segített rajta, talán ez volt a két rész egyik legkiemelkedő pillanata, és akkor így összességében a második rész meg is erősítette azt, amit az első rész lezáró gondolataiban mondtam, hogy érthető, hogy miért két epizódot adtak ki, azért így egy sokkal kerekebb sztorit kaptunk, ami sokkal jobban be is indult, és sokkal jobban felkeltette az érdeklődést a folytatás felé. Szóval összességében egyelőre inkább a karakterekre fókuszál a történet, de azért valamennyi eseményt is kaptunk. szereplők terén biztató a helyzet, mert külön-külön is érdekesen működnek, sőt, belegondolva inkább csak külön-külön működnek egyelőre, csapattá még nem álltak össze, szóval hiányzik az a plusz, ami igazán csapattá tudja tenni őket, de ami biztos, hogy jönni fog, mert egyrészt kirké legyőzéséhez szükség lesz rá, másrészt pedig gám munkásságát ismerve azért tudjuk, hogy előbb-utóbb egy csapatot fog kovácsolni belőlük, legalábbis nagyon remélem, mert ez kell ahhoz, hogy a sztori igazán működni tudjon. Maga a történet egyelőre nem túl kreatív, de nem is feltétlenül kell annak lennie, megfelelően izgalmas, de érezhetően nem ez a főfókusz, ami később természetesen változhat. Az biztosnak ígérkezik, hogy James Gunn meg szeretné tartani azt az ígéretét, amit még évekkel ezelőtt tett, hogyha valaki mondjuk animációs sorozatban vagy filmben eljátszik egy karaktert, akkor az élőszereplős változatát is, ha valaha megjelenik úgy, akkor ugyanaz a színész szeretné igen, hogy alakítsa, mert itt azért elég nagy neveket sikerült megszerezni szinkron színésznek, szóval szerintem azért vannak tervek arra, hogy ezek a szereplők élőszereplős formában is megjelenjenek. Szóval egyelőre ez a két rész biztató, még nyilvánvalóan bármelyik irányba elmehetnek, tehát lehet ez még egy nagyon erős és nagyon gyenge sorozat is, de ha már ezt a szintet tartani tudja, amit ez a két epizód nyújtott, akkor egy szórakoztató hétrészes sorozat vár ránk. Valószínűleg és remélhetőleg is azért nem ez lesz a DC filmes univerzumának legerősebb alkotása, de hogyha James Gunn egy ilyen csapatból, ahol a legtöbben szinte teljesen ismeretlenek, ki tud hozni ennyi mindent, akkor azért jó esélyt bízhatunk abban, hogy superman is meg tudja tenni ugyanezt. Viszont akkor én ennyit szerettem volna elmondani erről a két részről, és az induló DC filmes univerzumról, kommentek között beszélgessünk egyrészt magáról a sorozatról, de talán most érdekesebb téma az, hogy ti mit vártok a DC filmes univerzumától, bizakodóak vagytok -e ezzel kapcsolatban, vagy ti már azok közé tartoztok, akik elengedték a DC filmes világot. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondol a többség, szóval írjátok le a véleményeteket róla. Hogyha ha tetszett a videó, akkor szokásos módon jelezzétek egy lájkkal, ha más módon is szeretnétek segíteni, hogy terjedni tudjon a csatorna, akkor osszátok meg a videót, és hogyha támogatni is szeretnétek a csatorna működését, akkor ott van lehetőségnek a csatornatagság, ahol havi egy plusz videót kapnak a csatornatagok, vagy a szuperköszönet, köszönet, plusz dolog, hogy kövessetek be Instán is, mert próbálok aktívabb lenni, lent megtaláljátok a elérhetőségemet oda, és talán még a feliratkozást nem mondtam, hogy iratkozzatok fel, ha nem szeretnétek lemaradni semmilyen videóról. Szerintem elmondtam most már tényleg mindent, köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan folytatjuk, sziasztok!